Úgy mesélted el az egyik interjúban a ti megismerkedéseteket Batta Évával, hogy ilyet én mondjuk így Hollywoodban láttam legutoljára. Azt én sem gondoltam, hogy ez ilyen van. Igen. Ott valami ilyen gerincvelő rezgés volt az első készfogásnál. Nem tudtam, hogy ez mit jelent. Tehát nem szerelmes lettem, hanem tehát így ment a hátamon valami furcsa. Ez az olvasópróbám volt, és aztán még nem kezdtünk el próbálni, hanem először jött a fotózás, és ott már hesszeltük egymást. A Messengeren egyébként ő írt rám. Tényleg folytattuk az ott félbe maradt beszélgetést, és azt is tudom, hogy ez egy pénteki nap történt. Egy vasárnap este az volt az utolsó mondatom, hogy figyelj, észre se vettem, hogy eltelt a hétvége, de nekem most le kell feküdnöm aludni, mert holnap hosszú napom lesz, viszont mit szólnál, ha ezt kipróbálnánk, hogy megye élőben is.